élményt nyújtva tanítani a gyermekeket a hulladék hasznosításra. Röviden így foglalható össze a körforgó program lényege. Mint kiderült, a mai diákok többsége már tisztában is van ennek a fontosságával, és azt is tudja, mit jelent például a szelektív hulladékgyűjtés. Ha ilyen különböző hulladékokat, mondjuk a papírt, hogy azokat így külön kell gyűjteni és újra hasznosítani, és hogy védjük a környezetet. A szemléletformáló programok haszna nem azonnal jelentkezik, de felnőve a mai fiatalok talán már jobban odafigyelnek majd környezetükre. Ebben bíznak a körforgó szervezői is. Céljuk, hogy javítsanak a ma még nem túl biztató statisztikákon. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség rendelkezésére álló adatok szerint ma Magyarországon 10 emberből 9-nek van lehetősége külön gyűjteni a hulladékokat, mégis mindössze egy az, aki él ezzel a lehetőséggel életvitelszerűen, illetve több száz milliárd forintnyi hulladék kerül a kukába azáltal, hogy nem válogatva gyűjtjük őket. A délelőtt az iskolai csoportoké volt, őket színpadi programokkal, kézműves játékokkal, hulladékból termékkiállítással, valamint a teljes és gyümölcsleves dobozok újrahasznosításának bemutatásával várták. Szerintem ez a rendben, ez még arra van, hogy védjük a környezetünket, és hogy újrahasznosított dolgokat csináljunk. És most éppen telefoncsúszkázunk. A mobilcsúszka verseny a használt mobiltelefonok begyűjtését és újrahasznosítását célozza. A körforgó szeptember közepén indult útjára, és összesen 20 helyszínre vitte el az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség. Nagyon sok gyermekcsoportot fogadtak játékos környezetvédelmi foglalkozásokkal, a székesfehérvári a rendezvény sorozat záró állomása volt.